Tisztelt hallgatóság, Urbán Róbert vagyok, egészségpszichológus, és egy kutatás kapcsán az előadásomat a prevenciós magatartás mintázata a COVID-19 járvány idején címmel fogom megtartani. Ez a kutatás egy nagyobb kutatásnak a része, és ebből csak kiemeltem egy-egy elemet, amit a mai előadásban bemutatok. Az új koronavírus egy olyan globális kihívást hozott, ami szükségessé teszi a társadalmi együttműködést. De a társadalmi együttműködés mellett kiemelt szerepe van az egyének viselkedésének is. És mint egészségpszichológus, engem nagyon érdekel az, hogy a személyek mit tesznek a saját maguk és mások védelme érdekében. Ezért ebben a kutatásban ezekre a kockázatos viselkedésekre fókuszálunk. És a COVID-19 járvány arra is rámutatott, hogy a biológiai kutatások mellett a magatartástudományoknak is kiemelt szerepe van a járványok megértésében. És miután még nincsen rendelkezésre álló vakcina és kielégítő kezelés a fertőzés gyógyítására, ezért a magatartás kutatóknak fontos szerepe van annak megértésében, hogy hogyan is terjed ez a vírus a lakosság körében, milyen prevenciós lehetőségek vannak a vírus terjedésének a lassítására, esetleg a megállítására. Nem csoda, hogy a koronavírus megjelenése kapcsán a kutatók, a magatartástudományban különböző területein dolgozó kutatók, mindenki a saját maga területének megfelelően nagy ívben kezdett kutatni ezen a téren. A jelen kutatásban és egy ilyen interdisziplináris tím jött össze, ez egy ad hoc tím, a járvány kitörése kapcsán kezdtünk el együtt dolgozni, Paksi Borbál a szociológus, Miklósi Ádám biológus, Demetrovics Zsolt pszichológus, John B. Saunders epidemiológus, és hát jó magam egészségpszichológusként. Ennek az összefogásnak a keretében próbáltunk megérteni azt, hogy milyen tényezők befolyásolják a prevenciós viselkedéseket. De a kutatásunk a kutatási tímben résztvevőkkel, hát különböző szakterületének megfelelően más kérdésekre is kereszt választ, ezeknek a feldolgozása még várhat magára. Szóval miért is kell egy ilyen kutatás? Miért kell vizsgálnunk a prevenciós viselkedéseket? Egyrészt a viselkedésnek kiemelt szerepe van, a preventív viselkedésnek kiemelt szerepe van a vírus terjedésének a csökkentésében, és itt olyan viselkedésekről van szó, amelyek viszonylag szokatlanak legalábbis a nyugati kultúrában, a maszk hordás, tehát a fizikai barrierek használata kifejezetten újszerűnek tűnt a járvány kezdetén. Azokban az ázsiai országban, ahol ilyen típusú járványok már korábban voltak, ott ez nem volt annyira újszerű. Miután a tünetmentes fertőzöttek is képesek továbbadni a vírust, ezért kiemelten fontos azt vizsgálni, hogy milyen meghatározói, milyen determinánsai vannak a következetes megelőző viselkedésnek, hiszen csak a következetesen végrehajtott prevenciós magatartást tudja megakadályozni a vírus továbbadását. Ez a járvány abban is, vagy ez a kutatás abban is segíthet bennünket, hogy a későbbi hasonló járványok esetében jobban fel tudjunk készülni, többet tudjunk a háttérben álló folyamatokról. És a kutatásunk arra is választ keresett, hogy mik azok a pszichoszociális változók, amelyek befolyásolják, hogy ki követi az előírásokat, a prevenciós előírásokat, ki az, aki kevésbé. A vizsgálatunk több hullámban zajlott, követve a járvány alakulását. A jelen beszámolóm az első adatfelvételre vonatkozik. Ez egy panelkutatás, egy nagy lakossági panelből választottunk rétegzett random mintavétellel egy viszonylag nagy mintát, több mint 5000 fő vett részt benne. Annyit érdemes elmondani, hogy ezek az adatok a járványgörbe kezdeti felfutásának az idején, tehát március utolsó hetében és április első hetében gyűltek össze.
Nagyon sok változót vizsgáltunk, nagyon sok mindenről kérdeztük a résztvevőket. Még annyit érdemes elmondani a mintánkról, hogy ez a minta ugyan nem mondható reprezentatívnak a klasszikus értelemben, de nagyon jól leképezi a lakosság összetételét a különböző szociokrömi státusz változók mentén. Nagyon sok kérdést tettünk fel a résztvevőknek, de ebben az előadásban elsősorban prevenciós magatartásokra fókuszálok, és itt megkérdeztük a válaszolókat, hogy milyen prevenciós magatartásokat milyen gyakorisággal végeznek. Itt felsoroltunk 11 néhány prevenciós magatartást, ezeket a magatartásokat nem külön-külön elemeztük, hanem egy adatredukciós módszerrel, faktorelemzéssel négy nagy csoportba sorolódtak be az elemzés során, így egy nagy kategória a téri távolságtartás, a másik, ami beletartozik a közeli kontaktusok kerülése, a kézfogás kerülése, az otthonmaradás, csoportos találkozók kerülése, aztán másik nagy csoport a fizikai akadályok alkalmazása, ez most leginkább a maszk és a védőkesztyű használata, a harmadik csoport a személyes higiénia, kézmosás, kézfertőtlenítés, távolságtartás, önérintés kerülése, és a negyedik csoport a felkészülés a rosszabb napokra, ez az ételek felhalmozását, vagy éppen a vitaminok szedését jelenti. Most az elemzési megközelítésünk nem arra fókuszált, hogy az egyes viselkedéseket megmagyarázzuk, hanem a viselkedések közötti mintázatokat kerestük. Ezt úgynevezett látens osztályelemzéssel megpróbáltuk megtalálni azokat a csoportokat, amelyek valamilyen mértékben jobban hasonlítanak egymásra a preventív magatartás, prevenciós magatartás szempontjából. Erre azért volt szükség, mert a különböző vizsgálatok is azt mutatják, hogy igazából a prevenció az nem egy viselkedéssel, hanem több viselkedés együttes alkalmazásával érhető el, például az influenza vírus terjedését önmagában a kézmosás nem akadályozza meg, de a kézmosás és a maszk használat viselete az megakadályozza egy metaelemzés szerint. A látens osztályelemzés szerint, tehát hogy kerestük azokat a személyeket, akik valamilyen módon jobban hasonlítanak egymásra, mint a többiekhez, ez négy csoportot azonosított. Ez a négy csoport közül az első csoport, ez a folyamatosan zöld, ez azok a személyek, akik majdnem mindig vagy mindig követték az előírt prevenciós magatartásokat. Őket nevezhetjük azokat, akik együttműködtek teljes mértékben a járvány megelőzésével vagy a járvány kontrollálásában. A másik, ez a csoport, ez 36,8%-át tette ki a mintának. A másik csoport, akik nagyon hasonlóan válaszoltak ehhez a csoporthoz, ez a szaggatott zöld csík, de egy dologban tértek el lényegében, és ez a maszk használat, a fizikai akadályok alkalmazása. Ez 45-46%-át tette ki a mintának, vagy a vizsgált személyeknek, és talán nem meglepő ez a különbség. Ez a csoport is egy együttműködő csoport, csak a maszkot azt szinte soha nem használta, ezt jelenti ez a kategória. Ez jól tükrözi azt, hogy a járvány kiindulásának, vagy járvány elején ellentmondásos volt a kommunikáció a maszk használattal kapcsolatban. A különböző országok nagy mértékben különböztek a maszk használat ajánlásában, és még a WHO sem mondott egyértelmű útmutatást. Ez a fajta szétválás a két csoportban nagyjából szerintem ennek köszönhető. Szóval a harmadik csoport, aki azok a személyek képezték, akik néha, vagy úgy általában, de nem mindig, majdnem mindig használtak valamilyen prevenciós stratégiát, kivéve a maszk használatot. Ők sem használtak maszkot. És a legkisebb és a leginkább ellenállóbb csoport azok, akik szinte semmilyen prevenciós magatartást nem mutattak megfelelő gyakorisággal, ők voltak a nem együttműködő
csoport. Most azért, hogy egyszerűsítsük az elemzésünket, és mivel azt gondoljuk, hogy a járvány elején nem volt egészen világos a maszk használatának a szerepe a vírus terjedésének a megelőzésében, ezért ezt a két zöld csoportot összevontuk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a csoportot mi együttműködő csoportnak tekintjük, és a második két csoportot meg a nem együttműködő csoportnak. A kérdés az, és ez a nem együttműködő csoport, ez olyan közel 18%-ot tesz ki a mintából, ők azok a kockázati csoportok, akiknél komolyabb a veszélye a vírus továbbadásának. Ezért a prevenciós programoknak elsősorban rájuk kell figyelniük, nekik kell valamilyen üzenetet kidolgozni. Ezt mutatjuk, ugyanezt a megosztást lehet látni ezen a diagramon. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen tényezők függnek össze a prevenciós viselkedés hanyagolásával. Tehát a kérdésünk nem az volt, hogy kik azok, akik együttműködnek, hanem kik azok, akik nem működnek együtt a vírus terjedésének a megakadályozásában. És így azt egy ilyen összetett elemzésben, logisztikus, regressziós elemzésben azt találtuk, hogy a férfiak majdnem 2,4-szer nagyobb eséllyel nem működtek együtt a vírus terjedésének a megelőzésével. A fiatalabbak, 18 és 29 év közötti kategória majdnem háromszor nagyobb eséllyel kerültek abba a csoportba, akik nem működtek együtt. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek, és a lakóhely szerint a vidéki városban és a község és faluban. Ne feledjük el, hogy a járvány elején az első fázisban az esetek jelentős része a Budapestre korlátozódott, tehát ez nem túlságosan informatív, mint a lakóhely szerint a tagozódás. De egy pillanatra visszatérve a nemi különbségekre, azt is megvizsgáltuk, hogy vajon ez az életkorral hogyan függ össze. És azt találtuk, hogy a fiatal, tehát 18-29 év közötti férfiaknál még fokozottabb ez az együtt nem működés, de ugyanakkor mindegyik korosztályban jelen van. Tehát mindegyik korosztályban azt látjuk, hogy a férfiak kevésbé követik a prevenciós magatartásokat, mint a nők. További a vizsgálatunk, tehát elemzésünk további részében azt is megnéztük, hogy vajon az olyan ingerek, amelyek emlékeztetik a személyt arra, hogy védekezni szükséges, tehát hogy van olyan családtag, aki veszélyeztetett valamilyen szempontból, sérülékeny a vírus szempontjából, vagy a személynek van-e valamilyen krónikus, jelen krónikus betegsége, és azt találtuk, hogy itt látjuk, hogy sem a sérülékeny családtag, sem a krónikus betegség jelenléte nem befolyásolta azt, hogy a személy hanyagolja vagy betartja a prevenciós magatartásokat. Ugyanakkor azt is megvizsgáltuk az egészséghit modell alapján, hogy mi az, ami befolyásolja a személyek viselkedését, az, hogy magukat sérülékenynek tekintik, tehát hogyan gondolkodnak arról, mi az hiedelmük arról, nekik mi a valószínűségük, hogy megkapják a vírust. És ez az egyik aspektusa a fenyegetettségnek. A másik aspektus a fenyegetettségnek az, hogy mennyire tartja súlyosnak az állapotot akkor, hogyha ezt a vírust megkapja. Az elemzésünk azt mutatta, hogy az észlelt sérülékenység, tehát mennyire tartja valószínűleg azt, hogy ezt a vírust megkapja, hogy megfertőződik az új koronavírussal, ez nem befolyásolta a preventív magatartást, míg az észlelt súlyosság, tehát hogy milyen súlyos betegség következményei lehetnek a vírusfertőzésnek, az jelentősen növelte az együttműködést, csökkentette a nem együttműködést. Ez önmagában azért nem lephetett meg bennünket, hiszen a járvány kezdetén
A vírusfertőzés incidenciája, az újabb esetek száma meglehetősen alacsony volt, a halálesetekről való beszámolás is tízes nagyság rendben volt. Ugyanakkor a médiában nagyon gyakran jelentek meg ilyen és ehhez hasonló képek, ami a súlyos állapotú betegek ápolását mutatta be. Ez azt mutatja nekünk, hogy a járvány kezdeti idejében sokkal fontosabb visszatartó tényező volt az, hogy mennyire lesz a súlyos következménye a betegségnek, mint az, hogy milyen valószínű, hogy valaki megkapja az adott betegséget. Most, hogy mire jutottunk ebben az elemzésben, vagy hogy mi az, amit megtanultunk. Érdemes kiemelni ebből az elemzésből a nemi különbségeket. Már a járvány kiindulásakor is feltűnő volt az, hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel halnak meg a COVID-19 fertőzés következtében. Olyan úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen nemi különbség a halálozási arányban. Hogyha megvizsgáltuk akkoriban egy nagyjából akkortájt rendelkezésünkre álló halálozási adatokat, a magyar halálozási adatokat, akkor valóban mi is azt találtuk, hogy a 75 év alatti elhalálozottak között nagyobb arányban voltak a férfiak, mint a nők. De vajon mi az oka annak, hogy a férfiak nagyobb arányban halnak meg, hogyha ez a későbbi kutatásokban is alátámasztást nyer? Ezt a fajta nemi különbséget már megfigyelték a SARS járvány idején is, akkor is a férfiak nagyobb valószínűséggel haltak meg. Itt nagyon sokszor sok tényezőre gondolhatunk hormonális hatásokra is, gondolhatunk az egészségi állapotra, a férfiak általános egészségi állapota sokszor rosszabb, mint a nőké, többek között az alkoholhasználat vagy a dohányzás nagyobb mértéke miatt. De jelen vizsgálatunk azt is felveti, hogy vajon ez a fajta nemi különbség nem abból adódik el, hogy a férfiak másképpen követik, vagy milyen mértékben követik a prevenciós viselkedéseket, más mértékben tartják ezeket be. Tehát erre vonatkozóan korábbi adatok is vannak, amelyek azt mutatják, hogy a férfiak kevésbé tartják be a kézmosás, a személyes higiénia szabályait. Ez többek között ilyen megfigyeléses tanulmányok is, például a repülőtéri mosdókban megfigyelték azt, hogy a férfiak kezet mosnak-e a mosdó használat után, és a nők is kezet mosnak-e, és azt találták, hogy a férfiak kevésbé hajlamosak kezet mosni a mosdó használata után. Tehát alapvetően ez egy fontos magyarázója lehet a férfiak nagyobb sérülékenységének is. És ez a kutatásunk is ezt támasztja alá, a férfiak esetében a preventív viselkedések hanyagolása nagyobb mértékű, mint a nők esetében. Nem tudjuk azt, hogy az ilyen nemi különbség mind a halálozásban, mind a preventív viselkedések hanyagolásában milyen háttéren alakul ki. Feltételezhetünk, és ez már kutatói fantázia mondatja velem, hogy a férfiak sokszor magukévá tesznek olyan ideológiákat, hogy ők sértetlenebbek, ők erősebbek, vagy hogy a védekezés az egyfajta gyengeség jele. Éppen ezért a prevenciós programoknak fontos lenne azt hangsúlyozni, hogy a védekezés nem a gyengeség jele, hanem sokkal inkább a gondoskodás, a másokra való figyelés és a másokkal való együttérzésnek a jele. De nem tudjuk, hogy a férfiak miért hajlamosak hanyagolni ezeket a preventív viselkedéseket. Ez további kutatások szükségesek ahhoz, hogy azonosítsuk ezeket az okokat. Hogyha összefoglaljuk mindazt, amiről eddig beszéltem, akkor azt mondhatjuk, hogy a járvány első szakaszában a lakossági együttműködés a vírus terjedésének megelőzésében kimagaslóan jó volt. Hogyha összehasonlítjuk más típusú ilyen kezelési együttműködési adatokkal, akkor ez a 82%, ami azt a két csoportot jelenti, akit együttműködőnek tartottunk, ez rendkívül magas és kimagasló.
Ugyanakkor azt azonosítottuk azokat a csoportokat is, amelyeket külön specifikus üzenetekkel lenne érdemes megfogalmazni, így például a fiatalokat, vagy a fiatal felnőtteket, és a férfiakat, és ezek együtt a fiatal felnőtt férfiakat is. További vizsgálataink zajlanak, és azt vizsgáljuk majd, hogy a második hullám, a két hullám közötti időszakban, és a második hullám, ami most zajlik időszakban, ezek a preventív magatartások hogyan változtak időben. És a vizsgálataink arra is lehetőséget adnak, hogy további kérdéseket tegyünk fel a járvány következményeivel kapcsolatban, és a járvány átélő személyek pszichoszociális alkalmazkodásával kapcsolatban. Köszönöm szépen! Igen, felmerült egy kérdés, hogy elképzelhető-e, hogy a második hullám erőteljes hatása eltünteti ezeket a kisebb különbségeket a nemek és a korosztályok között. Elképzelhető. Ezek nem kisebb különbségek. Tehát ha azt mondjuk, hogy az esélyhányados egy hármas értékű a férfiak javára, tehát a férfiak háromszor nagyobb eséllyel nem követik az előírásokat, mint a nők, ezt én nem mondanám kisebb különbségnek. De nagyon nehéz ezt megmondani, mert a második hullámban már más szabályok lépnek életbe, tehát a törvényi szabályozás az valóban megszüntetheti ezeket a különbségeket, vagy nivelálhatja, hiszen feltételezzük, hogy az emberek túlnyomó többségében tartja a törvényi előírásokat. De nagyon érdekes a kérdés, és ezt is szeretnénk vizsgálni. Azt is nagyon fontos kiemelni, hogy mind a második hullámban a fókusz, a preventív magatartások fókusza már nem ennyire általános, hanem a kommunikáció kifejezetten a maszk használatra vonatkozik, és ez is önmagában érdekes kérdés, hogy ez a maszk használat, ez mennyire más, milyen más jelentése van a második hullámban, mint az első hullámban volt. Köszönöm szépen!